hagyományos népviseletes bál és vőfé találkozó idén a bácskai lakodalmi szokásokba adott bepillantást a népes közönségnek. Összesen 23 vőfé érkezett Vajdaság és Magyarország minden részéből, a talp alá valót pedig a csantavéri ifik együttes húzta. A lakodalmas ceremóniához köthető egyes jeleneteket más-más vőfé vezényelte le. A vendégek egész éjjel ropták a táncot, Patai Jánosné a magyarországi Balota szállásról érkezett és remekül érezte magát. Én úgy látom, hogy az összefogás, az összetartozás az kicsiké szorosabb, mint nálunk Magyarországon. Laták János budapesti vőfé, szekszárdi születésű, így az ottani hagyományokat igyekszik a magyar fővárosban is népszerűsíteni. Nagyon sok verset magam írok, azért, hogy a 21. század ember értékrendjének megfeleljen, de maga a lényeg, a hagyomány, ez a 800 éves múltra visszatekintő vőfé szakma. Az igazi lakodalomban szükség van a vőfére, mert olyankor szervezett igazán a lakodalom. A vőfé ugyanis mindenkit eligazít, állítja Sós János szervező. Idén először esett a választás a hagyományos bácskai lakodalom bemutatására. Ami azt jelenti, hogy külön mennyasszonyos ház, külön vőlegényes ház. Külön zenekarokkal, külön vőfélyekkel a mennyasszonyos házhoz a vőlegény fogja indítani, vagy küldeni a csokrot, a koszorús lányok elviszik, a vőfélyek bejelentik, a mennyasszony küldi vissza a vőlegény bokrétáját, akkor bokréta beköszöntés, utána megyünk kikérésre, mikor megtörtént a mennyasszonyos háznál kikérés, ott a mennyasszony búcsúztató. A Népkör Magyar Művelődési Központ Szilaj táncegyüttesének tagjai horgos környéki lakodalmas táncokat mutattak be az est folyamán, mondta Rumenyákovics Kárló csoportvezető. Egy lakodalomnak a menetét mutatják be, tehát gyakorlatilag a vőlegénynek és a mennyasszonynak a készülődésétől kezdve a templomi szertartáson át egészen a hajnalig tartó mulatozásig, ez mind-mind benne van a koreográfiában. A mindössze 11 éves szabadkai Gyémán Dominik volt a vőfé találkozó legifjabb résztvevője. Én nekem nagyon tetszik ez a vőfénység, mert ugye jó mulatás, jó zene, nagyon, és nagyon jó, hogy ennyi ilyen dolgot átbírok élni ugye a vőfénységgel. Egyre kedveltebbek a női vőfélyek. A 16 éves csantavéri Bazsó Nikoletta idén vett részt először a vőfély találkozón, ezzel gyermekkori álma vált valóra. Nagyon szeretem szórakoztatni az embereket, már 5 éves korom óta színpadon vagyok. A vőfély találkozók főleg a barátkozásról szólnak, de alkalmat adnak arra is, hogy ellessék egymástól az érdekes vőfélyfogásokat.